Három szórólapon a három esemény. Petőfi Sándorra emlékeznek Győrben is a 2023-as évben. A 200 éve született költő tiszteletére Petőfi Győrben névvel szervez programokat a dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér a város támogatásával. Az eseményekről csütörtökön egy sajtótájékoztatón számoltak be, melyen dr. Perger Elza alpolgármester is megemlékezett a forradalmáról. Nem egyszerű dolog ez általános iskolás korban Petőfi összesét végigolvasni, de engem elvarázsolt, és remélem, hogy nagyon sok diák és nagyon sok felnőtt van így, hogy Petőfi elvarázsolja. Azért varázsolt el, mert érdekes módon minden szavát értettem. Értettem a rímeket, a gondolatfűzéreket, és még azokat a nagy és felemelő, még a forradalmi versekben is, azért azok nem könnyűek, a megfogalmazását értettem, és szerettem, és megszólított. Ezért gondolom azt, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a legnagyobb költőink egyike. Dr. Perger Elza könnyekig hatódott, amikor Petőfihez kötődő emlékeiről beszélt. A városvezető azt is kiemelte, hogy nagyszerű lehetőség Győrnek például az is, hogy egy Kárpát-medence nagyságú vers és prózamondó verseny otthona lehet majd májusban. A Nemzeti Kulturális Alap 30 millió forinttal támogatja a Petőfi Győrben programsorozatot. Ehhez két alap kellett. Egyik az a szakmai magabiztosság és nyugalom, amelyet a városvezetés odafigyelése, gondoskodása, és itt külön alpolgármester asszony támogatása lehetővé tett nekünk, hogy érezzük a mögöttünk a fenntartó jó akaratát és segítségét, hogy átvészeljük ezeket a nehéz időket, és így is, bár kicsit megváltozott, átmenetileg megváltozott szolgáltatási körülmények között az alkotó folyamatok ne álljanak le. Másik pedig a történelmi elkötelezettségünk. Itt elhelyeztünk néhány ilyen nemzeti színű szalaggal átkötött, saját magunk által kinyomtatott, de az eredetiről készült másolatot, a hazánk 1847. január 2-ai számából. A versmondó verseny mellett szeptemberben énekelt versfesztiválnak is otthont ad városunk. Merek költőktől várnak modern műveket, amelyek kötődnek Petőfihez. Ezeket a költeményeket pedig ének formájában meg is hallgathatja majd a közönség a költő Szendrei Júliával való megismerkedésének évfordulóján. Az események azonban már márciusban elkezdődnek. Első alkalommal a tudományos konferencián találkozhatunk Petőfi programmal a Városháza dísztermében. Ennek a szakmai anyagát Jánosi Zoltán professzor úr segítségével állítjuk össze. Ő választotta ki az előadókat, és igyekeznek ezek az előadók egy tarka és több oldalról, és a mai szemmel is megközelíthető Petőfi képet adni. Olyan módon azt kérte a professzor úr az előadóktól, hogy ne a tudományos, legtudományosabb nyelven mondják el a mondani valójukat, hanem közérthetően, hogyha az egyszerű ember is beül a terembe, vagy a diákok, akkor egy élvezhető, jól felfogható, számukra is közvetíthető előadást halljanak. Ez fog történni március 23-án és 24-én két napban a Városháza dísztermében. A programok mindegyike ingyenes, melyre korosztálytól függetlenül várják az érdeklődőket.